Zenélni nem csak hangszerekkel lehet, sőt, a zene nyújtott élményeket is megtöbbszörözheti, ha önfeledten, valamilyen belső ritmustól hajtva csiholunk ki dallamokat a körülöttünk lévő tárgyakból. A Hunyadi Mátyás Nevelési Oktatási Központban szervezett zenei világnapi rendezvénynek többek között az is volt a célja, hogy ezt a lehetőséget felismertesse a diákokkal. A zene világnapját 1975 óta Yehudi Menuhin hegedűművész és az UNESCO zenei tanácsának a felhívására ünneplik október 1-én. A mai napra pedig egy adott osztállyal készültünk, illetve az énekkarral közösen, azért, hogy minél több gyereket megmozgasson, illetve minél több gyereknek adjuk át a zene szeretetét, és ez lesz majd a záró produkciónk, amit lehet majd látni. A zene meghatározó tényező az élet minden területén. Gondoljuk csak a nagy matematikusokra, akik között rengeteg kiváló zenész is volt. Kutatások bizonyítják például a zenei képességek szerepének fontosságát az olvasás elsajátítása során, de a tanulás mellett a zene jótékony testi-lelki hatásai az élet minden területén igazolódnak. Sőt, a zene eszközeivel az egymás nyelvét nem beszélő emberek is könnyen megértik egymást. Nagyon sokféle módja van az iskolánkban a zene megszerettetésének, megismerésének. Nem csak tanórákon, hanem tanórán kívül is lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek. Tanórákon az írás zenére, például relaxációs zene alkalmazása, vagy éppen inspiráló zene alkalmazása, a legutóbbi Európai Mobilitás Nap zárása, zárónapját ezzel kezdték a gyerekek, hogy zenére tornáztak, tehát kihasználjuk, amit lehet, illetve 8 éve indult iskolánkban a néptáncoktatás testnevelés óra keretében, és nem csak tanórán csinálják ezt a gyerekek, hanem a néptánc együttesbe pluszban is járnak gyakorolni, mert megkedvelték ezt a formát, és lehetőséget kapnak az iskolán belül is erre, hogy ezeket gyakorolják, hiszen a évente megrendezésre kerülő gála műsorunkban is nagyon-nagyon sok zenés táncos produkció szerepel. Az énekkarunk nemrégiben újjáalakult, és ezen rövid idő alatt már aranyminősítést értek el. Egyre többen vállalnak szólószerepet, egyre népszerűbb a szólóéneklés, és az egyik kislány már országos aranyminősítést is kapott. Az énekkari próbákra harmadiktól bekapcsolódnak a gyerekek. A Szolnoki Vásárhelyi Szakközépiskola énekkarával hagyományt teremtve közös karácsonyi koncertet adnak az iskolák tanulóinak. A Hunyadi rendszeres Filharmónia bérletvásárló, az Ipai Művelődési Ház ifjúsági hangversenyein mindig megtöltik a nézőteret.